mindenkit a mai könyvbemutatón. Azon a könyvbemutatón, amely a szamosái hősök életét mutatja be. A szerző, Szabó Előd, ő maga is szamosái gyökerekkel hív. Előd keresett meg engem, hogy készül egy ilyen mű, és hogy mi mit szólunk hozzá. Én ennek nagyon örültem, és személyesen is találkoztunk itt Szamosságban, ahol megígértem neki, hogy amennyiben elkészül ez a könyv, akkor ezt itt mi Szamosságban ünnepélyes keretek között szeretnénk bemutatni. Nekem polgármesterként meggyőződésem ugyanis, hogy közösségi életet erősíteni kell, ápolni, ez legalább olyan fontos, mint bármely más beruházás. Erre pedig bármilyen esemény, rendezvény, nagyszerű alkalom. Ennek a szervezésnek a nyomán vagyunk itt, és kezdtünk levelezésbe, távolabbi szamosságokkal, helyekkel, és nagy örömre szolgál, hogy szinte tele van a terem. Szabó Előd a szerző, aki már itt ül mögöttem, és a kérdező pedig Csepei Adrián. Adrián, én kértem fel erre a szerepre, és számomra nagyon fontos volt, hogy az is, aki kérdez, az is valamilyen szállal kötődjön, ha nem is szamosságot, de legalább Szatmárhoz, és Adrián pedig egy lány, és nyilván most már Budapesten él, és egy nagyon híres újságíró lett és műsorvezető, de Szatmári. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elvállaltad Adrián a felkérést, és és hogy miért fontos ez a mű? A múltunk nélkül nincs jelenünk, a jelenünk nélkül nincs jövőnk, ezt köztudott. De azt még nagyon sokan tagadják ma is, hogy az ősök, a felmenőinknek a viselkedése, a traumái a jelen generációra is nagyon nagy hatással bír. Már ez tudományosan bebizonyított tény, mindenkinek ajánlom figyelmébe Orvosló Noémi Örökölcsorsok című könyvét. Igenis fontos, hogy megtudjuk, hogy mi volt az őseinkkel. És ebben ez a könyv nekünk segítségünkre lesz. Aztán, ha elmélyedünk jobban, elindulunk egy úton, ami az önismeret mélyebb útjaiba vezet, és a viselkedések, a traumák feldolgozása után mi is a fejlődés útjára lépünk. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan érdeklődnek a felmenőink iránt. Ennek nagyon nagy jelentősége van. A mai program, én köszöntöm után Ördög Józsefé, Kafici fogja elvasszavalni nekünk Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét, hogy ráhangolódjunk erre a mai napra. Aztán átadom a mikrofont Adriánnek, és a következő számon Kudoros és Anika zeneszámát már ő fogja felállni. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttünk ilyen sokat, és arra kérem, hogy ne szaladjanak el, mert a műsor végén a könyvet meg lehet vásárolni, elődedikálni fogja, a könyv 5500 forint egyébként, és mi vici ellátással is készültünk, hisz olyan ritkán adatik meg, hogy így ilyen sokan szamosálja, a szamosályi gyökerben veled együtt legyünk. Még egyszer köszönöm szépen. Radnóti Miklós, nem tudhatom, hogy másfeket álljék, mit jelent. Nekem szülőhazám, és ország messze ringó gyerekkor a világban. Belőle nőttem én, mint patősből gyöngy ága, s remélem testem is majd letöltesülted el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz érdemel egy-egy bokor, nevét is, világát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, itt mennek az uton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakon csurkó vöröstök vár. Így éppen szápolébe annak térképe táj, s nem tudja, hol lakodik vörös partiáj. Annak mit lehet a térkép? Gyárat, svadlaktanyát, tenékem szöcskét, ökröt, tornyot, szerintanyát. Az gyárat lát a látcsőt, és szápolföldeket. Vigyén a dolgozót is, ki dolgáljon meg. Hűtős, gyümölcsös, erdőt, és sírokat, anyókát, ki a sírok közt. Sírokat. És mi ötről pusztítandó vasút vagy dárüzem, az bakterháza a bakter előtt áll és üzen. Piros zászló a kezében, körötte sok gyerek, komondor emberek,
És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolában megvén a járta peremén, hogy ne feleljek aznak, egy kőre léptem én. Mivel itten kő, de töntőlenek kő sem állt. Nincs műszer, melyen mindez jó megmutatható. Hisz bülösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben létreztünk, mikor, hol és miként. De élnek dolgozók itt. Kölykők, küntelen, csekszokók, kikben megnő az értelem. Világít bennünk sötét pincébe bújva, míg jel nem ért hazánkra, újból a béke újra. És szavunkra ők felelnek majd, nagy szárnyadat, Pozsicskét, virasztóan éljünk benne. Hivatalosan is szeretettel köszöntök mindenkit, Csöpei Adrián vagyok, és tényleg az ezt állalkodtam szakmához, én is abban az iskolába jártam, amelybe a következő fellépőm, úgyhogy két zenedarab most következik, a Fehér Gyarmat Párkis Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, jelenleg is volt diákai előadásában, mikor én oda jártam, még nem így hívták az iskolát, és azt is nagyon nehéz volt bemokonom, úgyhogy most inkább felolvastam, hogy nehogy elrontsam. Az Ismerős Arcok Együttes Térkület című művét, a trombitán előadnak Fogarasi Sándor, aki egyébként a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium második évfolyamos hallgatója már. Én hallottam már őt hangversenyen, és ilyen csodálatosan játszik. Felkészítő tanára Koi Gergő, akivel annak idején egy kórusban énekeltem, és egy helyre jártunk a részfogós, illetve a fólóórákra, és zongorán fogja kísérni Dobosné Szűbe át a hallgatók szeretettel. Köszönöm.
amit a mellettem ülő Szabó előtt. Kicserélődött falu, szamosai családfája, ez a kötet címe, és mielőtt rátérünk, miért pont ez a címe ennek a könyvnek, az jutott eszembe, főleg itt a családfa, mint szó kapcsán, hogy nem tudom előtt, hogy tudod-e, hogy mi történik, ha egy nagyon öreg fa elpusztul, ha kivágják, és úgy tűnik, hogy meghalt. Hát ha kivágják, és a gyökere megmarad, akkor haj, akkor milyen fa. Az pedig lebomlik, és hasznosítják a mikroorganizmusok, és nem keletkezik belőle. Így jó? Részben elfogadjuk, de most nem biológia órát tartani jöttem, hanem nemrég egy cikkhez gyűjtöttem anyagot, és ott találtam azt az érdekességet, hogy képzeld el, ha egy fa elpusztul és kivágják, akkor is, ha nem hajt ki, az a kommunikációs hálózat, ami összeköti az összes többi fának a gyökerével az ő gyökérzetét, az megmarad, és ezért van az, hogy nagyon sok helyig még egészséges maradott körülötte a környezet, tehát nem az történik, mint most sajnos járványt is láttam, hogy a kastélykertben az összes fenyő kiszáradt, sajnos egyre gyakrabban rendezkedhetünk be ilyesmire itt a környéken a klímaváltozás miatt. Na de pontosan ezért fontos az, hogy a mi családfáim ne száradjanak ki, és tudjuk legalább, hogy ez a hálózat, ami már nem is látható, akár ez hol vezet. Érjük vissza a címre, és majd ez az analógia szerintem, ez a fa és gyökér és ág és a többi, ez megjelenik majd a beszélgetésen. Miért ez a címe, hogy kicserélődött való? Ezen sokat gondolkoztam. Azt is akartam címnek adni, hogy egyik partban a másikra, nagyon jó lett volna egyébként. Volt egy ilyen cikk már valamelyik újságban, és nem mertem, meg akartam arra utalni, hogy a családokkal mi történt. Most nem a helytörténetet írtam, hogy egyik partban vagy kerül, hanem az a lényeg ennek, hogy nagyobb kicserélődést tapasztaltam a családnevekben. Nagyon sok család kihalt olyannak, hogy Barla, Csapoi, Csáki, Vadász, Fányi, Cséke, Hütő, ezek mind nagyon népes családok voltak, legalábbis a Csapoi nagyon sok népes volt, és egyszerűen már a temetőben is talán kettő szépet találni, és ezt nagyobb mértékben tapasztaltam, mint a többi településen, mondjuk tudom, Borcsalmán, vagy Engelben, tehát például most Szamospecsen dolgozom, és ott sem tapasztalható. Tehát úgy majdnem ugyanazok a nevek vannak most is ott, mint 1780-ban. Ez így sárjban, így jobban kicserülődött. De nem az emberek cserülődtek, mert a vérei bennünk vannak továbbra is, anyai ágakon. Ez nagyon fontos, amit mondasz. Én megkaptam egy másik kötetet, egy köteteted is. Innen tudom azt, amit egyébként csak ilyen családi legendákból, meg még onnan sem tudtuk, hogy nemesi család sarja vagyok. Van címerő képzeljékkel, és ezt most tudok meg. És ez azon túl egyébként, hogy mi napok óta apukámmal lázban égünk, és keresgélünk az interneten, és mindenféle dolgokat találtunk, ami annak idején, amikor egyetemista koromban próbáltam a családnevünknek utána járni etimológiailag, még semmi nem volt benne az interneten, úgyhogy nem láttam semmit. Most már nagyon sok mindent tudok a családomról, és azon túl egyébként, hogy ez egy jó játék, hogy na, mit hanyadik házadig visszavezetni. Azt gondolom, hogy ez, ahogyan Csilla is mondta, a polgármester asszony is mondta, hogy ez lélektanilag is egy nagyon fontos dolog. Mik a visszajelzések az eddigi köteteid alapján? Mit csinálnak az emberek, amikor kezükhez kapják ki a családfájukat, vagy rájönnek dolgokra, amiket eddig nem tudtak? Egy nagyon fontos dolog, hogy a legtöbb ember úgy a családba, vagy egy kutatót érdekli, hogy az emberek 5%-át ha érdekli. Tehát úgy, hogy meddig lehet visszavezetni, mi van még mentebb. Inkább azok, a legtöbb embert azok a személyek érdekik, akikre emlékeznek. Én nagyapáink lezárólag, esetleg azok ülei értesülérei, és legtöbben ugye azokat az ágokat keresik benne, hogy benne vannak-e.
Na most én nem tudtam mindenkit beletenni, csak mivel kapcsolatba kerültem, mert az anyagért nem kutatott teljesen a mai napig, és hogy nagyjából volt támogatói nyilatkozatom is, de nagyjából 1958-ig születetteket tudtam beletenni, a többieket csak a szóban valaki kiegészítette. Ilyen visszajelzések vannak, de a legtöbben azt mondják, hogy ahogy te is mondtad, hogy mondtad korábban, hogy egy rokon találtál. Azt nem igen. Jó, és tehát legtöbben, hogy csodálkoznak, hogy ő is rokon volt, ismerte már régóta, de visszaadom az volt. Na, akkor elmondom nekem két dolog derült ki eddig a saját dolgaimon túl, hogy kettő gyerekkor és azóta is nagyon közeli barátnőmről derült, hogy rokonok, olyannyira, hogy benne vagyunk egymás családfájában, és hát megbízásokkal jöttem, hogy kinek kell vinnem majd a kötetből, és ki az, aki most elkezd nyomozni, és ki tudja, hogy még mi mindenre bukkanunk rá. Na de az érdekelne, hogy nem onnan ez az érdeklődés, és hogyan indultál el ezen az úton, mert biztosan egy csomó olyan dolog, amit az ember családkutatóként tud, ami egy földi halandó számára nem olyan egyértelmű, hogy kell egy ilyen munkának nekiállni, de először is arra válaszol, hogy az életednek, hogy jött ez az érdeklődés. Mint legtöbbünknek, hogy a saját családfán kutatásával kezdődött, de engem már 10 éves koromban is érdekelt az egész, amikor húsvétkor ott jártunk Csengerben, mert én csengeri vagyok, és kérdezgettem nagymamámat, hogy ki hogy rokon, akkor tetszett ez a bonyolult hálózat, hogy de az nagyapáról is rokon, meg nagymamásra várják, akkor rajzoljuk le, hogy van. És akkor később 2006-ban, amikor az internet bejött, akkor beírtam, hogy családba program van-e ilyen, és volt már akkor ilyen, és azt megöltöttem, és akkor elkezdtem építeni a saját családfámat, és hát nem álltam meg vele az igazság, úgy néz ki. Összes felmenőmet már vele írtam, ameddig az anyakönyvek lehetett, és valahogy adta magát, hogy a teljes családokat dolgoznám fel, tehát nem csak a felmenőket, hanem azoknak a legkorábbi, mondjuk pási család, ahol a legkorábbi őstől leszármazott, összes pásit gyűjtsem. Tehát mert a családnak kétféleképpen lehet felmenőket mutatni és leszármazottat. Most laikusként én nem igazán értem, hogy mi a különbség a metódusok között. Hát igazság szerint mind a kettő szokták kutatni, mert mondjuk attól függ, ki mit érdekel. A felmenők az ugye apa, anya és azoknak a nagyszülei, és a testvérektől lefelé jövő állapot nem, mert azok mindig más nevűek. Egy családot is lehet úgy kutatni, hogy az összes olyan nevű, de a könyvben így vannak kutatva természetesen, és nem az összes sáji lakosból indul a feltény, mert az úgy sokkal több lenni, és rengeteg ismétlődést mert nagyon sok, mert ők ugyanazok a felmenői, hanem az összes család, az összes induló szemétből lefelé. Azt írod az előszóban, hogy nem vizsgálnak meg az egyes embereknek az életmódját, hogy ő hogyan él, mi történt az ő életében, tehát itt most kifejezetten arra irányul, hogy egy falunak, egy településnek bizonyos mértékkel lehessen látni a családfáit. De gondolom, hogy azért kirajzolódnak a kutató előtt olyan események például, hogy nyilván a 70-es árvíz az itt az egész szatmári térségben mindenkinek például egy ilyen olyan esemény, ami nagyon sok mindenkinek változtatott, például ugye Nagy Bécről mindenkit elepítettek, és azok az emberek hova költöztek. Tehát, hogy ilyen események, gondolom, befolyásolják azt, hogy ki hová kerül el, és mi történik. Mennyire mélyedsz bele ezekbe, mennyire kell egyáltalán bele mélyedned ahhoz, hogy értsd, hogy mi történik egy település lakosságában? Most a 70-es árvízig nem jutottam el, ugye a kötet volt már, mert nagyjából vége van, de ha lediktálták a testvéreket, akkor már ott ugye nem vizsgáltuk, hogy Sáiba született, vagy Csengerbe született, hanem ez a régi időkre vonatkozólag meg nem igazán voltak ilyen
ilyen dolgok, hogy mondjuk volt egy árvízés, teljesen megváltoztatta a szerkezetét a környezetnek, mert egy ők visszatértek, könnyebb volt visszaépíteni egy házat, meg is engedték, ugye, és az emberek életét pedig azért nem tudom úgy mutatni, hogy mit vagy csinált, mert ezek az emberek egyszerű földműves emberek voltak legtöbbször, vagy iparosok, de még azok életet se lehet úgy mutatni, mint egy földemes életük, aki részt vett dolgokba, és vannak olyan dokumentumok, hogy melyik nap mit történt. Egyszerűen örülünk, hogyha egy-egy szeméről van olyan, hogy mekkora volt a területe, illetve előtte már hogy kirajzolódnak dolgok a házasodásokkor is, hogy milyen nevű nővel házasodott már, azt nekem sokat fogok mondani. Például, ha egy csepélyen házasodott valaki, akkor azt mondom, hogy az egy jó család. Ezt így elromlott. Szóval, hogy kell elkezdeni egy családkutató munkáját? Beülsz az autóba, elmész a megyei levéltárba, vagy most már online nagyon sok minden elérhető, elmész a templomokba, anyakönyveket pöngészti. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Az anyakönyvek bent vannak a területen, több, de azokat fel kellett dolgoznom, Excel táblázatba szedtem, és nem azt csináltam, hogy mindig végignéztem újra, hanem belekerestem az Excelbe, és azt elemeztem, ha valami eszembe jutott, hogy most innen hiányzik valami, meg tudom egyből nézni, hogy nincs-e ott, amire gondolok. Ha házasságon kívül született, meg tudom nézni, nincs-e az anyanevén. Ezen kívül pedig, mivel Szamosváinak az 57%-a nemes család, ezért érdemes volt, és kellett is levéltárba járni, és az ott található interneten nem feltöltött nemesi igazolásokat mutatni, és akkor még az anyakönyvek elé tovább lehetett menni időben, hogy 150 évvel is. Vannak korabeli újságcikkek például, hogy halt meg, hogyha valami olyan, nem a különleges a legjobb, de hogy valami olyan szokatlan haláleset például, hogy valaki, nem tudom, hogy pont ebben a kötetben vagy a rápoltban van-e olyan ebben van, ugye, hogy belátotta az idős asszonyok útnak, mi ez a szó? A lánc, amivel a vizet kezdek. Na, van még itt idézek, igen, ilyen gyakorolni való érzésekben, de hogy például jelölöd azt a gyilkosság áldozatba lehet, ez például nagyon izgalmas. Mi volt a legkülönlegesebb történet, amivel Szamosvári családfái kapcsán találkoztál? Nem tudom, hogy elmesélhettem-e. Hát egy újságcikkben olvastam ezt is, hogy a férje az istállóhoz láncolta a feleségét, és nem is tudom hány nap múlva találták ott meg. Ez a Borbély családban volt benne, de igazából nem tudtam beazonosítani, mert csak férje nevén írták, és nem tudtam, hogy a három feleség közül melyik volt az, illetve hogy az ugyanolyan nevű apjának valamelyik felesége volt. Ezt napokig nézegettem, hogy most hogy illene ez, de akkor sem jó éveket elérni a érintett családok keresetik. Tehát ők sem fognak tudni, mert nem maradt fent a legenda, akkor nem tudják, hogy ők sem ővel ebben, hogy az apjával. És hogy kerültél a Kútostor, ez a szó, ezt megkerestem, hogy okosabbak legyünk ma is, kútostor. Na, szóval igen, vannak olyanok, ami nem vett nagyon jó fényt a családra, és vannak olyanok, amik meg izgalmasak, nem tudjuk róla, hogy ez történt a családban. Egyébként az a tapasztalat, hogy minden családban vannak olyan dolgok, amik nem vettek jó fényt, tehát ez nem egy egyedi, mármint hál' Istennek nem kötöznek ki embereket napi szinten az istállóhoz, de hogy minden családban van olyan, amit elhallgatnak. És orvostokai, mire visszautalva, nagyon sokszor ez ilyen szürke zóna, senki nem beszél róla, hogy mi történt. Van-e olyan visszajelzésed, hogy a te családkutatásaid hatására esetleg valamilyen
tisztázódott, vagy legalábbis képet kapott arról, hogy mondjuk miért nem beszél a család egyik ága a másikkal, vagy bármi hasonló. Biztos, hogy történt ilyen, hogy nem jeleztek vissza, de akkor még mondani tényleg, hogy a nagyon sok öngyilkos is volt, azt mondja, hogy én ezeket mind láttam, de könyvben ezt nem jeleztem, mert ez egy érzékeny adatnak tekintem még akkor is, ha 100 éve történt, vagy 150 éve, mert esetleg életnek leszármazottak, és konfliktus, hát olyan volt, hogy mondták, hogy hát vele nem beszélünk, de azért majd megkérdeztük, hogy akkor hogy van a víz, és lehet, hogy kibékültek, hát nem tudom. Ilyen több volt. De általában tényleg minden családban van valami, akivel vagy nem beszélnek, mert minden családnél nagyon sok emberből áll, már visszamenőleg 200 évre is rengeteg. Egyébként nekem is van szamosági köpődésem is, a Vicskei család anyajában, nekem is ott van a családában. Úgyhogy hát erre jövünk rá. Mindig azt mondjuk, hogy kicsi a világ, de valóban nagyon kicsi a világ, és szerintem pontosan azért is fontos, hogy átlássuk ezeket a kapcsolódásokat, hogy egy picit jobban tudjuk értelmezni, hogy honnan jöttünk, mit viszünk magunkkal. Erre vonatkozóan egyébként nem tudom, hogy mennyire mélyedtél bele, akár csak a Koyból és a Csepei családfába, hogy ez nekem az apai ág. Kiderült, hogy Harangöt dinasztia leszármazottja vagyok, és például a Hermánszáki Harangok az én családom, az én felmenőjén működtik. Úgyhogy ki tudja még, mit kerül itt elő, Attila koporsója is van valitlan elvileg, azt is valakinek öntenie kellett, ugye? Szóval nagyon szórakoztató és egyben nagyon tanulságos, hogy mennyi mindent tanul az ember magáról. Mi okozza a legnagyobb nehézséget nekünk a közben? Akár a gyakorlati oldalát értem, akár az, hogy mondjuk valaki nem akar neked beszámolni valamiről. Ez nagyon jó kérdés. Ha mondjuk valaki nem akar beszámolni valamiről, azt úgyis hagyom, mert az ugye egy újkori dolog. A régi dolgokat meg anyakönyvből én kutatom, és a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy szinte minden egyes családfában, nem most családfáról beszélünk, de akár 300 személyről is lehet szó, van egy-egy olyan, akik egyszerűen vagy elfelejtettek anyakönyvezni, születését nem írták be, és legtöbbször itt, és a halottia sincs meg, a házassági ugye nem írják az időket, ha túl hamar halt meg, akkor még az állami anyakönyvben nincs benne, hogy a szülőket írjanak, és egyszerűen napokig tudom nézni, hogy most hova illik bele, hol hiányzik egy gyerek, ott is van egy kis hely, de ide is lehetne tenni, de az nem ilyenekhez mennem hozzá, ez inkább gazdagabb. Megnézem a keresztülőket, akkor se derül ki semmi. És ilyenkor van, hogy szakadott vonallal oda teszem, és jelzem, hogy ide illene leginkább. De például most Szamosbecsen van egy olyan forrás, hogy iskolai névsor, és van, aki csak abban van benne, hogy Móricz Antal fia járt oda 5 évesen, na mondom, megvan. És az anyakönyvben nincs beleírva a születése, egyszerűen elfelejtették. Egy-egy ilyen ember minden családban van. Van-e olyan, ami ilyen teljesen váratlan helyről előkerült oda az eddigi köteteiben? Tehát tényleg ilyen valószínűtlen feljegyzés bárhol a világon? Nincs. Valószínűleg úgy szoktam kutatni, hogy rákeresek dolgokra, de igen, ilyen van, hogy rákeresek valamire, és más találok, és az is kell. Ilyen van. Annak vagy utána nézek egy anyakönyvben, valaminek van egy ötletem, és teljesen más, mondjuk Mán vagy mennyige anyakönyvet kell nyitni, és keresem a házasságot, és mondom, ez egy gyors zsengerből, ezt eddig még nem is láttam, és akkor az alapján megoldódik valamelyik másnak. De ezt most már úgy képzelem, hogy ez egy hatalmas kirakós itt a, mondjuk a erdőháton, és akkor szépen kirajzolódik valami sokkal nagyobb. Mennyire állnak összekötésben a környékkal való? Igen, ezt a szót tudtam használni újabban, hogy Matrix. És tényleg olyan, mert a szatmári reformátusság, tehát itt az Erdőhát, Zsengeri járás, Szamosok köz vagy Kraszka köz, ezek nagyjából összefonódnak, sőt,
és most érünk biztos a szabályozására, amíg a másik oldalon volt Sáin, akik sokkal erősebb kapcsolata volt, nem csak Korcsalmával, Nyugodtal, hanem Csengerrel is. Hát rengeteg olyan Csengerrel kapcsolatos házasság van, hogy onnan hoztak a mennyasszony, és utána ez így lassan megszűnt. Mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy a legfiatalabbakat megnyerjenek a családpályára? Tehát, ha mondjuk nem is a 10 éves, de a 20 éves generáció, hogy viszonyul ehhez a kérdéshez? Az a tapasztalatom, hogy legtöbbször a hölgyeket érnek ki egyébként, de én ebben kivétel vagyok. Inkább a 40-50-60 éves korosztály, de ők már sokszor inkább ilyen nosztalgiából azok, akiket ismertek. Egy-egy ember mindig van, aki úgy nagyon... Hát ugye én tagja vagyok a Facebook csoportnak, ahol csak ilyenek vannak, ugye érdekelt, tehát ott úgy tűnik, hogy nagyon sokan vannak, de azért a teljes lakosságnak még mindig egy 10%-a, és inkább ilyen csodabogarakra tekintenek minket az átlag, akik nem kutatnak. Mi a cél? Tehát, nem tudom, kitűztél a magad elé valami olyasmit, hogy akkor most már 10-15-20 bár mennyi településnek megcsinálod a családkutatását? Ez nagyon jó kérdés szintén. De amikor Csengert fel akartam dolgozni szülővárosomat, akkor előtte megcsináltam Tolótot és Nagy Tolótot valóban kezdtem, csak aztán úgy elhúzódott, hogy Nagy Nyíc is belekerült a kötetbe. Egy vagy olyan ilyen próbának csináltam egy kis próbál, hogy meg lehet ezt egyáltalán csinálni, hogy mindenkit bevonni és levezetni. Utána, amikor ez megjelent, akkor Csengert is megkészítettem, amit egyébként már előtt 10 évvel ezelőtt gyúrtam, és még az elején nem is olyan szándékkal vagy az publikálva, ezt most sem tudtam, mit akarok. Utána Nagy Ecset jött, Rápolt, Mosáig, és most Szamosbecsen dolgozom, és itt a környék falvai ki vannak is tűzve. Ha megérem, akkor Csengőbújkor úra, Szamos Angyalos, Korcsambá és Tupor, az még mit szeretném, ha forra kerülne. És Mánd. Ez volna a következő kérdésem, mert hogy egyébként az nagyon érdekes dolog, hogy a nőket érdekli leginkább az, hogy mi van, valószínűleg mi folyamatosan gondolkozunk, és meg akarjuk fejteni, hogy ki miért, mit csinált, és miért nem csinált valamit, mi miért viselkedett így, és gondolom, hogy jó érzés, hogyha az ember tudja, hogy nagyon fontos, amit is történik a családjában. Rólam annyi személyesség volt fér, minden barátom tudja, hogy egész életemben azt mondhatom nekik, hogy egyszer majd lesz egy kecskefarmom és hazajövök ide, és kecskéket fog tartani. Tudod, hogy mi van ott benne a kecskefarmom, hogy mi van a címeremben? Nem emlékszem rá, mert annyi címet látom, amit meg nincs rajta. Tényleg? Szóval két kecske. Hogy ennek van-e valami generációs öröksége, vagy ez csak úgy jött? Nagyon-nagyon nevettem, amikor megláttam a kecskéket, és a legjobb barátom is mondta, hogy na, itt van a válasz a kecskékre. Te saját a családhoz kapsz-e adalékokat, amikor egyik településre kezdesz felgöngyölíteni, vagy már a saját otthon nagyjából tisztában vagy, és a segítség ahhoz, ahogy te további falvakban dolgozol? És ilyen is előfordult, mert egyik családban adódó rejtély volt, hogy akkor oldódott meg, mikor a másik családot, tehát a feleségnek a családját teljesen levezettem, és akkor látott meg, hogy például azt hova hívjuk be, és akkor esetre előttem sokszor, hogy hát igen, hát ennek is a Csengernek, ennek is a mentés, ez mint az elétlenes évek vége, ilyesmi, hogy szépen összeállít tényleg egy házol, ahol mindenhol egy helyre illik be minden legjobb esetben. Visszatérhetek a nőknek szerepére, hogy én nagyon sokat köszönhetek például nagymamámnak a nagyon érdeklődő hozzáállásának, hogy ő mindig bátorított és nagyon szívesen mesélte a kapcsolatokat,
még nagyapámat egyáltalán nem érdekelte, sőt idegesítette, hogy mi erről beszélünk, és rányomja a bácsot, hogy mi és ebből mindig így előttem van, mindig ezt mondta. És nagymamám meg nagyon utána is a könyvet is forgatta, és mondta, hogy ez nagyon érdekes, mert a nők valahogy mindig ilyen szerepet játszottak, hogy így a családot összekapcsolták a múlttal jobban, mint míg a férfi meg ugye, előre felemet. Én kulturális újságíróként nagyon sok, meg egy picit küldetésemnek is tekintem, hogy a környék, költőit, íróit picit megismertessem a szélesebb nagy közönséggel. Például Orbész Szilárd, aki Fehérgyarmaton született, és szerintem az utóbbi 30 év egyik legtudálatosabb regényéből Istenemeket neki köszönhetjük, ami egyébként egy kicsit azt írja le szép irodalomban, amivel te foglalkozol, tehát azt a világot, hogy hogyan élnek ezek egyébként a nagyon-nagyon szegény emberek, vagy mondjuk Várkonyi Anikó, aki nagy létről elszámozott, és nagyon fiatalok, mind a ketten nagyon fiatalok, közösen meghaltak. Mi az, ami neked ebből hasznos? Tehát például foglalkozol-e azzal, hogy milyen kulturális nyomai vannak azok az embereknek? Hát, mert nagyon ilyen reál ember vagyok, elég apám költő volt, de, és én is írtam verseket, de én inkább tényleg csak a Matrixnak a jellegével a mintázatokat figyelem meg benne, és végül is olvastam, de abban is folyamatosan csak azt figyeltem, hogy na mikor ír valami családi kapcsolatot, amit lehetne használni. Móri Zsigmondnál ugyanígy az életem regényéből például nagyon sok mindent kiszedegettem, és végül is csak azt, ezt figyelem ilyen mániákosan mindenben. Te vagy az az ember, aki megy az utcán, mondjuk itt, és találkozom valakivel, és tudod, hogy mi a vezetékben, és akkor fejben pörög az agyadban, hogy ő kinek van, te komolyan? Pontosan, sőt, visszaszoktam kérdezni, hogy amikor beoletkozik valaki, sokszor nem értik a vezetéknevét, de nem is tudtuk vele foglalkozni, úgyis majd a keresztmény. Én meg visszakérdezek, hogy milyen, és akkor már mondok is egy település nevet, hogy nem onnan, és akkor nagyon sokszor ráhívázok, és ez egy jó játék egyébként. Szerintem az sokkal felmerül, csak a családnál is ugye láttuk, és a szamosái családok között is például a Gutiak, ugye jól emlékszem, hogy a kisáiból származnak, hogy többféle írásban van. Azt mennyire lehet nagy bizonyossággal jelenteni, hogy aki THI szóval, meg Simaivel, vagy aki Csepe-i és Csepe-i, máshogy írja a nevét, az egy család. Én mindig szoktam nagyon sokan hangsúlyozni, hogy ezzel nem is kell foglalkozni, mert általában mindenki ezzel közül, hogy nem Y, nem I, az nem rokon, mert az kétessel írja. Hát ezek a változatok, ezek akkor alakultak ki, mikor már elkezdtek így berögzülni ezek, hogy na, akkor most már így írjuk, és ez inkább a bürokrácia erősödésével jött be. Azelőtt csak a névnek hangzása számított. Tehát azt mondták, hogy Csepe-i, Kárpát Aján Csepe, és onnan származó valaki mondjuk, az Csepe-i, hát az Csepe-inek is hangzott, és ki hogy ejtette, ki hogy írta le, és akkor még tulajdonképpen írni sem tudtak, meg olvasni sem tudtak, tehát nem tudta ellenőrizni, hogy most hogy írtad oda, nem nézte meg. Nagyon sok helyen utalsz, sőt akár képes szerepel most például a Jacob családnak a sírköveit látom magam előtt, kimész a temetőbe és jegyzetelkedsz? Nem, fotózok az egész temetőt, remélhetőleg nem vagyok is semmit, és utána a számítógépen, hogy ezeket elnevezem a névvel, hogy később rá tudjak keresni. És így már sokkal hatékonyabb később a munka, mert csak egyszer kell megcsinálni, és így például, mikor írom a családról, akkor csak belekeresek, és már kiadja nekem, hogy Mándor 28 csepei van a temetőben, és itt tudom, hogy rápoltam, van még 4, és akkor így már látom az arányokat egyből. Azok a fényképek, amik láthatóan nagyon régiek, azok a családokból származnak, tehát kérsz is akár anyagot, vagy tud illusztrálni a kereteidet?
Igen, ezeket minden esetben igen, ilyen lusta volt erre a Facebookon kérem, pedig ugye az lenne a jó módszer, ha kopnám magam és elindulnék a faluba, és mindenhol becsengetnék, vagy végigképp. Tehát sokan vagy a bizalmatlanok lennének, vagy kuskáig tartana a beszélgetés, és 3-4 házban végeznék csak egy nap. És egyik biztos, hogy ott vannak a régi képek, és még lehet, hogy most még tudják, hogy vannak rajta, de a 20 év múlva, vagy 10 év múlva már nem fogják tudni, és az is lehet, hogy nem lesz meg, mert sok helyen hallom, hogy a régi képeket elégetik, vagy utomják az új lakók, vagy akár a leszármazott is az unoka is megcsinálhatja. Minden, legalábbis általam eddig látott kötetet elején ott van egy idézet Bajai Szabolcstól, aki azt írja, hogy a magyar nemesség jogi aktussal nem szüntethető meg, és arról önként sem lehet lemondani. Ez nem sem hivatalból, sem tethetetlenségből, sem felelősségből. Felelősségétel beszélni sem kell tudni, látod, egy műsor vezetőben. Szóval, hogy semmilyen módon nem hoztatunk meg egy ember a nemességétől. Ezt jól értelmezem, de aki nemes volt, az egész életében állított, hogy ő nemes csalással jön. Akkor Bajai Szabolcstól kellene megkérdezni, mert ő így értelmezte, én nem vagyok így jogász, mert csak nekem ez megtetszett az az idézet, amikor a Rápoldi kötetet készítettem, mert Rápoldi 86% a nemesek aránya, és nem mondom, ezt mondom, bele fog illeni, és hát tényleg nem lehet eltörölni, mert azt egyszer megszerezte a család, és az egy nemes családnak leszármazottja. Az nem fog megváltozni, hogy a nemes család leszármazottja. Most ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor most ez több valamivel, hanem neki más volt az életpontja, például katonáskodással tartozott, nem hatózással egy időben. Meg adott is ez azért egy tartást, hogy nemesek vagyunk, de hozzá kell tenni, hogy az adózó család sokszor többre tudta vinni, illetve többre vihette, ha jobban gazdálkozott, mert ez is ugye minden generációban változott, hogy mennyire volt ügyes a gazdálkodásban, ha lecsúszott, és akkor lehet, hogy a nemes lecsúszott, az adózó meg felemelkedett, és sokszor akkor így házasodtak, ahogy összeillettek, nem pedig úgy, hogy úgy a bőr, akkor nem kell. Van-e bármi mintázat, amit megfigyeltél a környékbeli házasságokban, hogy ki hova ment, ki hova költözött? Ez kicsit elvezető kérdés, mert elolvastam, hogy mi hogy működött. Csak szerintem beszéljünk erről is egy kicsit, hogy mi volt a szokás, ki hova költözött házasság esetén, és egyáltalán hogyan házasodtak? Mert volt itt egy sokat mondó kifejezés, hogy hoztak mennyasszonyt. Ezt azért használom, ezt a hoztak, mert az anyakönyvben is így írták, és ez így tetszik nekem, hogy hoztak az a, nem tudom kinek a lányát, vagy vitte haza, ahogy írták be, és az a lényeg, hogy a férfi általában hoztak, tehát nem költözött át, csak a legritkább esetben költözött át a másik faluba, vagy azért, mert vagy itt már nem jutott neki porta, és volt a szükségből, vagy pedig annyira jó mód volt a mennyasszony, hogy úgy lát, hogy akkor inkább ott fog gazdálkodni. Ennek is különböző motivációi vannak. Az anyagi helyzetről kapsz bármiféle képet a családfogadás során, akár közvetlenül helyezésekből, akár mondjuk annak fükrében, hogy kikkel és hogyan házasodnak a családtagok. A vagyoni helyzet inkább úgy nekem van némi sejtésem, hogy a házasodások, tehát a mennyasszonyok neveiből lehet látni, meg abból, hogy mennyire máshonnan hoztak, milyen falakból. Hát igazából ezt nem tudom jelezni a könyvben, mert nem így tudom odaérni, hogy Ízből ennyire gazdag, így mondhoznám, hogy 8-7. Hát, igazából nem tudom jelezni, az a baj, de én úgy sejtem csak az egészből, meg amikor van egy családi ág, ott teljesen rajzolódik előttem, hogy igen, ez egy ilyen gazdag ág lehet, látszik rajta, vagy később is alult, aki korosnak lelkészte, a másik pedig mindig helyben maradt. Meg az előzőhez akartam mondani, hogy ez okozta azt, hogy helyben maradtunk sokáig a vezetéknevek, hogy a férfi az mindig ugyanazon a településen élt nagyjából, és így nagyon sokáig
jellemzőek maradtak a nevek a településeknek, például Kuskáira, Pásli, Fogarasi, és ez inkább úgy 1920-50-60 körül kezdett úgy felbojdulni, hogy most már tényleg mindenki van mindenütt, itt is a megyében, de Budapesten és Amerikában is meg mindenhol. Ahogy itt lapozgatom, azt látom, hogy kell igazából annak is, hogy logikája legyen, hogy az ember hogy áll neki egy ilyen könyvet olvasni, és hogyan veti össze egymással a családvágat. Mit javasolsz annak, aki mondjuk életében először, mint ahogy én életében először találkozik ilyen kiadványon, mi az, ami segíthet abban, hogy átlássuk például a családvágat? Igen, ez azért lenne jó neked egy ilyen mánk családjai kötet, mert akkor ugye így írhatnád a saját felmenődet, mert ez tökéletek arra való, hogy akinek a legtöbb felmenője sráiból van, az elkezdi belőle felépíteni a családvát, de úgy, hogy közben látja annak azoknak a testvéreit is, meg azoknak a leszármazottait is, tehát az a saját felmenőit is megtalálja belőle, meg a rokonait is oldalra, akár 9-et tudok a testvéreit is. Hát ez egy ilyen kirakós játék, tehát csak úgy nézegetni is jó egyébként, meg olvasgatni maguknak a családoknak az eredetet, hogy ki jött, ki nem jött, ki volt már itt eleve, vagy ki később jött korábban, ki nemes, ki nem nemes. Én nagyon jól szórakozom a jelöléseken, mert mindig a buszmenetben, és az a legizgalmas, hogy meg a fejben, hogy az akkor most mit jelent, hogy ott van egy csillag, meg egy nem tudom, napocska mellette, de hogy itt nyilván a halálozási, a fiatalon elhúnyt, és a többi mellett ugye a halálfáj volt a kiokosság áldozata, aztán ugye az ütek, amiket mondtam, és hát maga a házasság is, úgyhogy nekem például ez nagyon izgalmas, hogy az egészet végignézem, hogy hány olyan család van, ahol kerültek, születtek, és van olyan ág, ahol sokan. Szóval lehet ilyen hát picit felszínes, de izgalmas játékot játszani, hogy mondjuk képet erről. Van-e neked valami ebben a szórakozásod ebben a témakörben, hogy amikor már kész van egy akár még kiadatlan könyvnek az anyaga, ránézel, és akkor elkezdesz gondolkodni, analizálni, mert úgy láttam, hogy te egy nagyon analizáló típus vagy, hogy azért elmennyire is matematikailag gondolkodsz, és sokkal olyan dolgokat dobja a végén, amit tényleg az egészre is, valami, vagy egészről is valami új információt mondani. Ezek nagyon homályosan vannak ezek a dolgok benne, mert akkora adat mennyiségről van szó, hogy így nem is tudom így elmondani igazából, de a család elkészítések közben, illetve a könyv elkészítések közben, amikor beviszem a családnak, hogy ezt kézzel kell megcsinálni, nem program importálja, mert akkor mert nem képes egy program sem úgy megcsinálni, hogy én szeretném, akkor sokkal vastagabb lenne a könyv, meg kénytelenek, üres helyek lennének, és ennek a szerkesztések közben folyamatosan jár az agyom, és analizálom, hogy igen, most olyan ágnál járunk, ahol hát elég szerencsétlenül jár mindenki, de látom, hogy miért, mert meghalt a feleség nagyon hamar, az új feleség lett a mostohák, egy kicsit el lettek anyagolva a gyerekek, akkor onnantól látszik, hogy elkezdett lefeketőzni a családot. De ha meg több generációt is visszavezetem, és tényleg meghalt az anya hamar. Ez nagyon befolyásolt, tehát azok a családok vitték igazán sokra, hát normálisan, hogy tudtak gazdálkodni, ez csak azt jelenti, ahol nem halt meg senki, hát az ők nem haltak meg hamar, hanem kértek mondjuk 88 évig, hogy akkor simán elértek eddig, ha nem haltak meg valamilyen betegségben. És ugye a gyerekek közül megmaradott a 30% is, vagy a 40 is, de akkor hát az nem okozott olyat, hogy mint amikor a szülő van. Egyébként ez az a pont például ezekben a kutatásokban, ahol borzasztó azt látni, hogy van olyan, én most mondtam, hány család van előttem nyitva, ahol 8 vagy akár több gyerek is meghalt nagyon korában, és van is, ahol odaírod, hogy illő. Van-e olyan, vagy volt-e olyan járvány például, ami nagyon sok ember életét követelte itt az elmúlt századokban? Igen, általában ez a veres himlő, vagy a folyamos himlő, amit
ami időről időre volt, de kolera járvány volt 1835 és 1873-ban, de érdekes volt, hogy a felnőtteket tizedelte. A gyerekek sokszor úgy vannak beírva, vagy megtalálnak, hogy sokszor még azt is adják neki természetes halállal fél éveshez, meg hogy ismeretlen, akkor gyengeség, beleszületett gyengeség, ez volt a leg, mert ugye nem nagyon vizsgáltak most igazából mitől. És ez akkoriban szinte természetes is volt, és azért kellett ennyit szülni, hogy egyáltalán lenne egy kis szaporulat. És akkor így nem az volt, hogy régen akkor 10 gyerek volt egy család, amely ezt is mondják, hogy úgy, akkor ez már a 20. században volt, amikor már nem voltak meg a gyerekek, és mégis szültek sokat, aztán kezdett ez leállni, hogy na, akkor elég lesz most már 3 gyerek, és mert úgyis lemaradnak szerencsére. De előtte ugyanúgy ilyen 1, 2, 3, 4 vagy 0 gyerek volt egy házban, mert egyszerűen meghalt a többi. Van a csabói család oldalán, van egy budapesti hírlap, 1858. 19. század közepéről egy feljegyzés, egy gondolkság alá helyezésről, és azért mondom ezt itt, mert az előbb említette ezt a vagyon elhárválása, a család lecsúszása. Csabói Károly Borcsályi lakost azért helyezték gondolkság alá, mert elhárvált, vagy elkezdte elhárválni a család lakos, vagy a család vagyonát, így az egész lakosságot, mintha mondjuk hány hasonlóan kirívó eset van, nem is nagyon elvesztegetés gondolok, hanem valami olyan, ami bekerül a hírekbe. Az a baj, hogy ezekről nagyon sok kevés adatot lehet találni, az alkalommal a Hungarikon a oldalon azt tudom ezeket rákeresni ezekre, és nagyon örülök, ha valamit találok, mert így konkrétan minden névre külön rá kellene keresni, de például egy Farka Józsefre nagyon nehéz rákeresni, vagy most ezzel történt valami, mert még ott a találatok között megtalálták, mert túl sok találat van, és hát az egész országot behozta, szűkíteni is nagyon nehéz, de amit így véletlenül megtalálok, az nagyon kevés, és általában minden családban van ilyen legenda, a legnálatikus, hogy valaki elkárt ezt a vagyonat. Nincsen? Nálunk van 50 év, amivel nem tudunk semmit, és valaki valamit csinált, de én nem tudok, hogy ki mit, hogy ezen dolgozom most, hogy kiderítsük, mert van egy ilyen hiányos a család történetben. Onnantól kezdve, hogy volt egy ilyen 3 fős dinasztia, tényleg a haragjai döntötte meg, Szatmár Németitől kezdve. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy akkor ő egy olyan kis sikeres volt, megköszönöm a dolgokat az anyagi helyzetet. Szóval minden családban van valaki, csak nálunk valószínűleg titkolták ezt, vagy inkább nem beszéltünk biztosan arról, hogy ki volt, hogy elkárt ezt a család vagyonát. Nálatok volt ilyen? Apajágon nem is volt mit elkártyázni, végül is, de attól függetlenül szerintem kártyáztam. Az anyajágon meg hát úgy tudom, mindenki jól is megkeletem, nem kártyázták el. Sőt, nagyapám még mérges is volt, ha ilyen kártya volt, ital vagy valami, mert teljesen alkoholista volt a nagyapám ága. Úgyhogy gondolom, hogy nem. De tényleg minden család ezzel szokta kezdeni, hogy királyisra vagyok vagyunk, és elkártyázták a vagyont, és ő már elnézett, és 1300-ig visszavezett be is. Nehéz utána felül írni. Szokott akár, hogy mondjam, sértődést tenni, abból, hogy ha megmagyarázod, hogy ez nem volt, hogy nézett ki? Majd most kiderül. Nem, senki nem elnyi meg az elődöt, ezt szeretném kérni, hogyha itt valami durva dolog terül ki. Hát igazából szerintem csak az maradt a végére, hogy megköszönjük ezt a munkát. Én már csak saját közös érdekből is szeretném ezt megköszönni, mert tényleg nagyon sokat meg a saját családokról, arról, hogy mely barátaim a rokonaim tulajdonképpen. Úgyhogy mondta is az egyik barátom, hogy most már átírja a telefonjában a nevemet, kedves rokonra. De azt szerintem nagyon fontos, hogy ez a bizonyos család vagy gyökérhálózat, ami ezen a vidéken húzódik, ez minél tovább megmaradjon, és még akkor is tudjuk, hogy ki honnan jött, és
erről az ő családjáról, hogy ha már nem élünk, hogy igazából nem gondoljuk ezt fontosnak, ez fontos. És egyébként azt hiszem, hogy az, hogy a közönség ilyen szép számban és ilyen figyelmesen végighallgatott bennünket, szerintem ez elég jó bizonyíték annak, hogy ez fontos, és ez sok embernek fontos, úgyhogy köszönjük szépen a munkádat, a közönségnek a figyelmét, mert ez is munkának számít ilyen melegben, ilyen hosszan végigülni egy beszélgetést. Előtt dedikálja a köteteit a színpad előtt a végén, és lehet vásárolni, és még nem tudom, hogy vannak néhányan az elején szeretek volna már venni. Lehet venni, és aztán silabizálás nézegetés indul, és hát kívánom, hogy mindenki csak valmasat tudjon meg a saját családpályáról. Köszönjük szépen mindenkinek!